Szeretnék bemutatni önöknek egy hölgyet, akit Crystalnak hívnak. Nagyon szeret sétálni, de 7 évig Crystal egyetlen lépést sem tudott megtenni fájdalom nélkül. Még lefekvés után is sajogtak a lábai. Sántítottam. Nem tudtam úgy lesétálni a lépcsőn, hogy ne kapaszkodjak a korlátba. Minden lépést jól átgondoltam, és nagyon óvatosan lépkedtem. Szinte állandóan fájt a lábam. Crystal Fickle nem tudta, hogyan fájdult meg először a lába 2001-ben, csak annyit tud, hogy az élete utána sokkal nehezebbé vált. Apránként kezdődött. Úgy éreztem, hogy valami nyomja a boltívemet járás közben, és ez állandóan fájt. A bal lábam jobban, mint a jobb. A fájdalom csak egyre rosszabb lett. Aztán már akkor is fájt, ha lefeküdtem. Már tartottam a felkeléstől reggelente. Ahogy a lábaim a talajt érintették, fájdalom hasított beléjük, és járás közben is. Az orvos azt mondta, hogy csontkinövése van, és nincs mit tenni. Lábgyakorlatokat írt fel, és fájdalomcsillapítót, de egyik sem javított a helyzeten. A lábai megváltoztatták az életem. 7 év telt el, és már minden percben fájtak. Egy nap nézte a 700-as klubadását, amiben Gordon kezdett imádkozni a nézőkért. Rátettem a kezem a bal lábamra, mert az fájt jobban. De aztán azt mondtam, hogy nem. Mindkét lábamra ráteszem a kezem. Van valaki, aki a lába gyógyulásáért könyörög. A bolt íve nagyon fáj, különösen a bal lába. Isten most meggyógyítja önt. Tudtam, hogy nekem szól az ima. Potyogtak a könnyeim örömömben. És még egy órával utána is sírtam boldogságomban. Sőt, még ma is könny szökik a szemembe, amikor arra gondolok, hogy mennyire fájtak a lábaim régen, és most már egyáltalán nem, mintha új lábakat kaptam volna. Isten minden fájdalmat elvett. A testem minden apró részletére gondja van. A fejem búbjától a talpamig. Évek óta végre először élvezheti a mozgás örömét. Nagyon szeretek sétálni, rengeteget sétálok. Végre lépést tudok tartani a családommal, a gyerekeimmel, és nem kell az állandó fájdalomra gondolnom. Crystal azt mondja, az évek alatt megtanult valami csodálatosat. Soha ne adjuk fel az imádkozást. Én 7 évig imádkoztam a lábaim gyógyulásáért, és Isten végül meghallgatta az imáim. Ő ma is gyógyít. Azt olvassuk a Bibliában, hogy meggyógyította a sántákat és a vakokat és a halottakat, feltámasztotta. Ő mindenre képes ma is. Erre én vagyok a bizonyíték.